86 éves korában meghalt Silvio Berlusconi korábbi olasz miniszterelnök, ezt közölte a BBC. A Hajrá Olaszország párt alapító elnöke 1994 és 95, 2001 és 2006, valamint 2008 és 2011 között vezette Olaszországot. Szilvió Berlusconi egészségi állapota az elmúlt években romlott meg. 2016-ban volt egy szívműtétje és többször is járt kórházban, amióta három évvel ezelőtt megfertőződött a koronavírussal.